Szeged hírös város, Tápéval határos. Ott lakik a babám, kivel löszök páros. Mondja a négy soros kedves dalocska. A kis halászfalu a nagy Szeged árnyékában mindig ott segédkezett, szolgált a nagy testvér mellett. Híd híján ma is kompan járnak, túl a Tiszára. A halász hagyományos halászladikjában kecsegéket rak a haltartóba. A gótikus templom is emlékezik a százados múltra, meg a tápai Krisztus, akiről még jó öreg Juhász Gyulánk is verset faragott. A gyékényszövés tudománya nemzedékről nemzedékre száll, és hogy mi minden készül gyékényből, tessék nézni. Kevesen tudják, a szőregi rózsatőtermesztés több mint 100 éves. Szőregi rózsatövet importálnak a világ legnagyobb virágtermesztő országai, Franciaország, Belgium, Hollandia. Minden év júniusában a rózsáé a főszerep Szőregen. Ilyenkor látványos karneváli felvonulása mutatják be a helybéliek, tudományokat és virágzó eredményeiket. A másik izgalmas attrakció ugyancsak Szőregen, augusztus elején az 1849-es szőregi csata megjelenítése. Ebben az osztrák és a magyar csapatok csaptak össze. A hagyományőrzők felelevenítik a küzdelem részleteit. Látványos csapatmozdulatok, támadások, védekezések, lövések és szúrások követik egymást. Szépek a nemzeti honvédő öltözetek és félelmetesek a fegyverek is, amelyeket ki is lehet próbálni. Több mint másfél évtizede adnak randevút egymásnak az országutak mai gigantikus vándorai, a kamionosok. A nemzetközi kamionos country találkozó látványos attrakciója a gyorsulási verseny, vagy a kamionok szépségversenye. Kajakkenu sport és evezés világversenyeinek exkluzív színhelye Szeged. A 35. síkvízi felnőtt kajakkenu világbajnokság 2006-ban óriási magyar sikert hozott. Versenyzőink és a hálás szegedi közönség kitettek magukért. A szegedi sportcsarnokban már rendeztek számos világversenyt, bajnokságot, de fellépett itt sok neves sztárművész is. A hatalmas csarnok egyébként a Pikszeged férfi kézilabda csapatának oroszlán barlangjaként is ismert. Ha igazi sétára vágyik a természetben, zöldövezetben, árnyas hűs fák közé, akkor erre a Szegedi Vadaspark a legalkalmasabb. Nagy területének köszönhetően az állatok élőhelyükhöz hasonló területen élnek, szabad és biztonságos körülmények között. Thank you.
Budapest irányába elhagyva a várost, még egy ritka különlegesség tárol a szemünk elé, ez pedig a Fehér-tó természetvédelmi területének látványa. Az ornitológusoknak feltűnt, hogy a Szeged határában hullámzó tavak madárvilága hasonlatos a tengerpartokéhoz. Nagy számban, háborítatlanul élnek itt a nyílt víztükör madarai mellett, a szántóföldek puszták szárnyasai és a vándorlás ritka különlegességei. És amikor a vadvizek felett lassan lebukik a nap, a látvány arra figyelmezteti vendégeinket, hogy amint tehetik, térjenek vissza. Szeged várja önöket.